Azt, hogy örülünk, hogy itt van ez a lovarda. Nagyon sok jó színes rendezvényt csinált már a lovarszínházokat, a versenyeket. Ennek a felettébe örülünk, ugye sok helynek, és közel van, ennek főképp örülünk, és ugye hírét veszi a település nevének, ugyanúgy a fogyókozi csapat, ugyanúgy a lovarda is. Kérünk szépen mindenkit, hogy készüljön, és amikor szólok, hogy álljon be mindenki a csoportjába, ugye, ahol vizsgázni fog, akkor legyetek szívesek elhelyezkedni. Köszönöm. Kérem szépen a vizsgázókat, Horváth Hunor, Herceg Léna, Kustos Lili, Part Anna, Rudikár Maja, Mattes Livius, Györe Benedek, persze meg lehet őket tapsolni nyugodtan, Boros Anna, Tóth Noé, nem kell gyorsan futni. És Kishegyi Dóra a legkisebbek közül, szépen, nyugodtan. Kicsit közelebb egymáshoz, hogy elférjünk, de 42 ló meg ember fog bent állni. Második csoportból Erdő Szabina, Erdő Alexandra, Dóbiás Hanna, Bodnár Dorina, Szabó Dorina, Boros Kira, Kolonic Szófia, Mattes Dorina, Márton Eszter és Márton Panna. Boros Áron. Kapu közepéhez, arrébb még egy kicsit, lassan állva, nem kell sietni. Pózs Dorina, Bogdán Bogi, Szabó Dalma, Egyi Hanna, Peró Stella, Nemsic Nóra, Csáktornyai Panka, Solti Kihara, Kis Zsejke, Keszteréka, négyes csoport, Vég Levente. Szeli Mátyás, Horváth Robi, Pócs Péter, Morvai Máté, Rudikán Tamás, Lőcsei Viktor, Bozsik Tiamér, Kriskó Fanni, Szabó Tünde és Kovács Úna. Szeretettel köszöntöm a 2023-ban hetedszer megrendezésre kerülő Ördöglovasok hétpróbája vizsga résztvevőit, kedves hozzátartozókat, nézőket, és elsősorban szeretettel köszöntöm Szabó Jenő, Ménfőcsanak Gyirmót község 16-os körzet önkormányzati képviselőjét. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Tóth Szilárdot, az Ördöglovasok vezetőjét, és felkérem először Szabó Jenő urat, hogy nyissa meg a rendezvényt. Hát először is köszönöm a meghívást, örömmel fogadtam el. Hát én magam ugye itt születtem, egészen megváltozott ez a környék, és nagyon örülök, hogy itt ez a lovarda létesült, ami a helyi, valamint a környékbeli fiataloknak sportolási lehetőséget ad. Énkor itt a töltésen bringázni szoktam a kavicsba, akkor mindig irigykedve néztem a lovasokat. Szilárddal sokszor találkoztam, és egyszer mondja nekem, hogy ennyit sportolsz, miért nem próbálod meg a lovaglást? Hát 2019-ben áprilistól szeptemberig ide jártam, és már láttatásig fejlődtem, úgyhogy köszönöm Szilárdnak ezt a lehetőséget, és nagy élmény nekem ez. Sajnos egy tét sérülés miatt nem tudom folytatni, ugyanúgy a futás sem, de azért maradt a kerékpározás, úszás. Tehát mindenképpen én azt mondom, hogy amíg engedi a lehetőségetek, meg jó egészséget tud, meg jó kondíciót az a lovaglás biztosítani, addig ezt folytassátok, és ameddig tudjátok. Úgyhogy jó sportolást, jó versenyzést kívánok, és a versenyt megnyitom. Köszönöm, hogy... Én a csapatnak kívánok kéz- és lábtörést. Tudjátok, amikor kezdünk, indulunk, mindig ez az, amit kívánni tudok, semmi többet. És tegnap poénosan megjegyeztem, hogy
eddig veletek voltam, most ellenetek leszek. Tehát az a dolgom, hogy mint vezető bíró megnézem azt, hogy kiérdemlitek-e az ördöglovas címet, és hogy ez mit is jelent. Az ördöglovas egy másfajta gondolkodás, ami azt jelenti, hogy egy kicsit mindenkinek át kell lépnie a saját határait. Tehát az ördöglovasnak mindent birtokolni kell, ami a lóval kapcsolatban, illetve a saját szellemével, testével kapcsolatban elvárás. Tehát kellő kitartással, erővel, gyorsasággal kell rendelkeznie. Lelkileg, mentálisan helyén kell legyen úgymond a szíve és az esze, mert veszélyes dolgokat művelünk, és ehhez a legfontosabb, ami kell, a fegyelem. A másik pedig az, hogy ismerje kell a hű társát, a lovat, A-tól Z-ig. Ugye látjuk azt, hogy ők is már ugye türelmetlenek, tudják, hogy valami történni fog, de ez a fajta, hogy is mondjam, türelmetlenség, ez kicsit édes, mert aztán megkönnyebbülhettek akkor, amikor elkezdődik és elindul. Én mindenkinek azt tudom kívánni, hogy sérülés nélkül csinálja végig ezt a két napot. Nem lesz könnyű, de vasárnap este tudni fogod, hogy megérte. Ugye itt szintvizsga van, ez azt jelenti, hogy küzdesz saját magad ellen, a saját képességeidet kell egy kicsit feljebb-feljebb rakni, illetve a másik, hogy van egy címvizsga, ami azt jelenti, hogy ugye teljesíteni kell azokat az elvárásokat, a kiírást mindenki ismeri, amivel ugye ördöglovas címet lehet szerezni. Kérem szépen azokat a lovasokat, akik 2022-ben ördöglovas címet szereztek, hogy lépjenek előre egy-két méterre, és kérek nekik egy külön tapsot. Ők fogják védeni idén a címüket. Látszik is ugye rajtuk ez a bizonyos totemállattal díszített egyen lábszervédő, alkarvédő, tehát mint a régi harcosokon. Kérem, fáradjanak vissza. Ugye ők címet védenek, ami egy kicsit nehezebb, ugyanis ugye 62%-ot kell teljesíteni az összeredményből 100%-ból, és az ő esetükben, ha határon mozognak, míg a többiek, akik nem védenek címet, 62%-kal megkapják az ördöglovas címet, akik címet védenek, 62%-kal sikertelen lesz a vizsgájuk, tehát fölé kell lőni egy kicsit, tehát visszaesni nem lehet. Szeretném külön üdvözölni, képviselő úr, hogy ez az első nemzetközi vizsgán, ahol külföldön élő magyarok is itt vannak. Tehát kérem szépen, hogy tegyék fel a kezüket az erdélyi résztvevők, egy naptapsot Erdélyből érkező testvérpárosnak, messziről jöttek ide, hogy vizsgázzanak, és egy nagyobb csapattal érkeztek, lelkesek, a délvidékiek, úgyhogy nagy tapsot nekik, tegyék fel a kezüket, ők is legyen szívesek. Reméljük, hogy rendszeres látogatói lesznek a következő években a vizsgának, és kibővülünk, és még több országból, még több helyről érkeznek. Az első feladat rögtön a kitartás próbája. Lóval együtt 6 kilométert kell teljesíteni ezen az 1 kilométeres körpályán. A ló lehet az ellenfeled, és lehet a segéded is, attól függ, milyen a kapcsolat. Én még egyszer mindenkinek sok sikert kívánok. Tessék felkészülni, ha valaki rosszul érzi magát, vagy nincs jól, kérem jelezze. Természetesen nem kell a vizsgába belerokkanni, de az ördöglovas címet nem adjuk könnyen. Ezzel az ördöglovas vizsgát 2023-ban megnyitom. Még egyszer sok sikert, és akkor indulhat a zene és a kivonulás. Thank you.
sikert! Ne, megindulnak a lovak, nem kiabálom. Tomi, Szeli Mátyás, tehát ők már a 4 perces időt futják. 4 perc 33-nál járunk, Rudikár Tomi, Szeli Mátyás első körben fullóan, érkezik Horváth Róbert, Dév Levente, Boros Kira, Edu Alexandra, még mindig 5 percen belül vagytok, 4:57, Kira és Sasza most lépte át az 5 percet az idő. Nagyjából számomra a papírforma megy. 5 perc 13, Dóbiás Anna, Kocs Péter, Bogdán Óbi, Edő Szabina, Kocs Zorina. Viszi aló. Igen. 10:30-nál érkezik ez a csapat. Második kör. Ez az Lévius.
13:58, 14 percnél vagyunk. Ez az csenge türelem. Tehát Morvai Máté 14:15-nél úgy döntött, hogy kiszáll. 14:37-nél Una és Szabó Tünde. És jön a harmadik, érkezik, mikor a második még nem volt vége. 14:50-nél Szeli Mátyás átvette a vezetést. Ludikár Tamás második helyen van. Közben érkeznek a második kör végével. 15:03 vég, Levente is gyorsít folyamatosan. Tehát most fogjuk látni, hogy mit jelent az ördöglovas cím. Akik előmennek, mind ördöglovas címmel rendelkeznek. És gyorsítanak, erősödnek folyamatosan. Újabb ördöglovas, 15:22, harmadik kör vége. Újabb címvédő, 15:26, Boros királyval. Jönnek a második kör végén még Kriskó Fanni, Györe Benedek. Ők még csak a második körnél. Harmadik kör vége, egy új jelölt, Horváth Róbert. Ő címre gyúr. Hát még nem volt cím, de majd lesz, én tudom. Ha nem most, majd legközelebb. És egy újabb címvédő, páros Boros Áron, Pócs Dorina, szintén ördöglovas címvédő. Mögöttük Etű Szabina, szintén címvédő. És Kustos Lili harmadik kör végén, ő viszont címre megy. Lóbiás Hanna sérülés után, ugye ördöglovas címet tavaly nem tudta teljesíteni, szakadt érde miatt. Idén most műtött lábbal harmadik kört zárja, még jó idő, 16:25. Gyerünk, Fanni, ne add fel, sétálj kicsit és menj tovább. Csákta. Horváth Una érkezik, szintén címvédő, az ördöglovasa, három pónisból az egyik. Bogdán Bogi címre tör. Ferosztella 16:40 szintén címre. Herceg Léna címet szeretne magának harmadik. Csáktornyai Panka kiszáll, 16:54. 17:02, Focs Péter címre gyúr. Szabó Dalma címvédő, 17:08. Part Anna címet szeretne, harmadik kör végén van. Ügyes vagy, Annám. 17:20. Szabó Dorcsa címvédő, 17:24. Bodnár Dorina címvédő, harmadik kör végén, 17:30. Még 6 percen belül vannak a harmadik körön. Második kör végén Ludikár Maja, Dóra, Boros Anna harmadik körön van. Címre gyújt. Kolonik Sofia időn belül van, még 6 percen belül. Szintén műtötték a lábát. Jó az idő, Sofi, gyerünk. Megvan a 6 perces átlag. Mattes Dorina címvédő. Lábsérülések után még időn belül van, 6 percet hozza a körátlagra. Mögötte az erdélyi lány. Gyerünk, kisasszony, gyerünk, Eszter. Harmadik kör, 10, még időn belül vagy, Eszter. Új ördöglovas jelölt. Gyerünk, Hannám, gyerünk. Mögötte érkezik a délvidéki versenyző Tihamér, aki szintén a harmadik körét zárja. Tihamér még időn belül van. Kezdte Réka, szintén időn belül van, még harmadik kör megvan, megvan a fele. Még egyszer ennyit kell menni. Még egyszer ennyit kell futni. 3 kilométer. Ez az, Panni. Panni mozdálja a harmadik körét, nyitja a negyediket. Szandra zárja a negyedik körét, nyitja az ötödiket, 20:37. Tehát az A csapatosok az élén elő. A negyedik kör végén Pós Dorina egyre gyorsabb. Tehát itt jönnek elő ugye a felkészülés. Negyedik kört zárja Boros Áron címvédő. Negyedik kört kezdi Mattes Livius. Neki még csak most jön a negyedik. Kustos Lili gyorsít, zárja a negyedik körét, kezdi az ötödiket. Ez az, Lilikém, ügyes vagy. Horváth Róbert negyedik kört zárja, jön az ötödik. Kiara Solti, Kiara harmadik kört zárja, most van fél távon. Horváth Hunor gyorsít,
Negyedik kört zárják, indulnak az ötödik körnek. Gyerünk, Szabcsi, légzésre figyelj. Tóbiás Anna szintén negyedik körét zárja. Érkezik közben Una. Ő most zárja a harmadik körét, negyediknek indul. 22-36 címvédő negyedik körét zárja, ötödiknek indul. Spart Anna címre törekszik, negyedik körét fogja zárni, ötödikre indul. 22-48. Bogdán Bogdi negyedik körét fogja zárni, címre Gyúr. Közben Szabó Tünde érkezik, harmadik körét zárja, negyedikre indul. Nagyon jó az idő, Bogi, megvan a negyedik, már csak két kört kell kibírni. Szabó Tündének még három féltárnáján. Pocs Péter negyedik körét zárja. Boros Anna negyedik körét zárja. Győre Benedeknek a harmadik köre volt, tehát utolsó köre jön. Gyerünk, drágám, neki is utolsó köre jön. Tehát Sofia ötödik körnek indul. Gyerünk, Fanni, Fanninak még van három. Szeli Mátyás érkezik, utolsó körnek megy, ötödik körrel végze. Mátyás úgy néz ki, rekordidőt akar futni. 25 perc alatt teljesítette az öt kör. Utolsó kör Szeli Mátyás, címvédő. Martes Dorin a negyedik körét zárja. Ugye szintén sérült volt, de tavaly ő volt a legjobb vizsgázó. Rudikár Tamás utolsó körnek indul. Ötödik körét zárja. Eszter negyedik körét zárja. Eszter már csak két kör van. Véglevi ötödik körét zárja, Gyorsi. Szandra ötödik körét zárja, utolsó körnek megy neki. Keszteréka 26-20. Négy körön, igen. Pócs Dorina ötödik körét zárja, utolsó körnek indul. Menj Dorina, egy köröd van. Egyi Hanna zárja a negyedik kört, az ideje 26-35. Kustos Lili, egy kör van hátra, Lili. Nem kell sietni, belefér. 26-54. Jön Horváth Róbert, Herceg Léna, utolsó körre mennek. Gyere Léna, már csak egy kör van, Lénám. Horváth Hunor, egy kör van hátra. Panninak még két kör. Gyerünk, Pannikám, kitartás, már csak két kör van. Etlő Szabina, címvédő, ötödik körét zárja, utolsó kör. Lóbiás Hanna volt ördöglovas sérülés miatt, nem tudta teljesíteni, és szintén utolsó körnek megy neki. Gyerünk, lányok, 28 percnél vagytok, menni kell. A maxhoz, maxot is össze lehet még hozni. 28-25 dalma, gyerünk. Négy körre megy? Igen. Akkor gyere, Lirius, vége van. Gyere. Még gyere. 28-45, Mattes Lirius. Noé utolsó, gyere, Partanna, egy kör. Bírt ki. Tóth Noé 28-55. És az első 29-25, Szeli Mátyás. Bogdán Bogi utolsó köre. Dorina 30-nál jársz. Mennyire, Dorina? Gyerünk, azaz, még két kör van, Una. Tomi, gyere, gyere! Ha... Gyere, Levi! Gyere, Tomi! Gyere, Tomi! A vége! Rudikár Tamás érkezik! Gyere, Levi! 30-36! Le véglemente 30-38! Kocs Péter, és 30-40, Etlő Szandra! Megvan a negyedik kör, 31-08-al. 31-21! Koronat, Szófia, gyerünk, Szófia, egy kör! Gyere, 31-nél vagy, belefér most, gyerünk, 6 perc alatt megvan, most húzd meg! Belefér, Szófi, belefér, menjél! Gyerünk, Szófi! Valaki kísérje el! Menjetek vele! Szófi, befejezi, átadik jön! 31-48!
32! Boros Kira 32-08! Még egy van, gyerünk! Benedeknek vége van, 32-13! Boros Áron érkezik, 6. kör, 32-20! Gyere, Unor, gyere! Gyere, gyere, gyere! Horváth Unor, 32-30! Mattes Dorina, egy kör van, ki kell bírni, húzzál bele! Horváth Robert, 32-38! Eszter, még egy kör, gyerünk! Mattes Dorina. Gyere, gyere, érkezik a következő, már sajnos időn kívül, de gyere!
Zsejke érkezik nagy tempóval. 40-15. Gratulálunk. 40-15. Be kell érni, gyerünk. Ott a pálca, piszkáld meg. Gyere ki, arra megvan, gyere! Panna, 43-12. Gyerünk, ez az. Gyere, 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 gyere. 43-28, Solti Kiara. És a gyerekek futnak vele. A kicsik kísérik. Azaz gyere Tünde szerénkével. Ugye vannak, akik feladták, és ugye nem fejezték be. De Szabó Tünde még az utolsó kört nem adta fel, hanem befejezi. Gyere, gyere, Tünde, már csak 50 méter van. Gyere, 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 gyere. Ez az. 50 perc, 20 másodperc. 50-20, kereken. És még szerénykés köszöntök. És egy pár perc múlva majd gyere vissza a fekvő támaszra, jó? Ez még csak az első feladat volt. Szintvizsga van. Tehát ez azt jelenti, hogy ettől még ideje van, ettől még eredménye van. Ördöglovas címet már nem szerezhet. Tehát minden feladatnál megvannak az alsó szintek, idők, amin belül kell teljesíteni, és hogyha azt valaki nem tudja teljesíteni, attól még természetesen oklevelet, diplomát kap, de ördöglovas címet már nem szerezhet.